A Paks 2 beruházás leállítását követeli a DK, miután kiderült, Orbán Viktor javaslatára menesztették a beruházásért felelős államtitkárt. A párt szerint Aszódi Attila felmentésével egyértelművé vált, hogy kezd kicsúszni az irányítás a kormány kezéből. A DK felháborítónak tartja, hogy egy bizonytalan és átgondolatlan építkezésért adósította el a kormány az embereket. Gréci Zsoltot kérdezzük. Így van, gyors helycserével itt is van a DK egyik parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! És ugye volt ma egy közös ellenzéki akció megint, aminek az volt a lényege, hogy felkerestek egy állami vállalatot, most éppen az MVM-et, de ezt majd folytatni fogják, hogy utasítsák el a túlóra törvényt, az ellenzék által rabszolgatörvénynek nevezett törvényt. Tényleg szivárványosan sokan voltak megint az ellenzék részéről, Bangónai Borbély Ildikó, Bőszanet, Ön, Csárdi Antal, Tordai Bence, Pintér Tamás. Tartottak egy sajtótájékoztatót, de azért nyilván nem gondolják, hogy akkor mostantól majd arccal az ellenzék felé áll az összes állami vállalat. Természetesen nem gondoljuk, hogy az állami vállalatok itt most haptákba fognak állni az ellenzéknek, de nekünk még az a dolgunk, hogy azok a munkavállalók, akik egyébként most remélhetőleg vállalva egy erősebb kockázatot, akár utcára is mennek, és sztrájkot vállalnak, és kint fognak állni a hidegben, és utakat zárnak le, és forgalmat lassítanak, hogy ők értsék, és lássák azt, hogy a parlamenti pártok nem engedik el az ő kezüket. Tehát ebben a helyzetben nekünk az a dolgunk, hogy ők lássák, hogy a rabszolgatörvény elleni küzdelmet mi fontosnak tartjuk. Ezért volt az a kezdeményezés, hogy a 200 legnagyobb állami vállalatot darabonként föl fogjuk keresni. Ha lehet, akkor mindannyian. Ezek közül nyilván van, amelyik vidéken van, tehát el fogjuk ezeket szépen osztani, és megyünk mindenhova a levéllel. Most is vittünk egy levelet a vezérigazgatónak, hogy hát akkor legyen szíves, és gondolja ez végig. Ez van benne, hogy légy szíves? Hát nem, de hát gondolja végig az, hogy ez a rabszolgatörvény ez nem segít az ő munkavállalóinak sem, és olyan nyomást tesz rájuk, aminek nem biztos, hogy nekik meg kellene felelni. De hát kell, hogy lássák az állami vállalatok vezető is, akik egyébként a kormány által alkalmazott emberek, hogy a magyar választók vagy a magyar emberek többsége ezt a törvényt elutasítja. És most már volt olyan önkormányzat is, ahol Fideszes volt a polgármester, és mégis átment, hogy el kell ezt a botrány is lett ebből a szombathelyi történetből. De pont ezt akartam kérdezni, hogy most annál, hogy tartanak egy sajtótájékoztatót, amire nyilván legyinteni fog az összes állami vállalat vezetője, hogy ne üsse meg a bokáját, nem érne többet az, hogyha minden ellenzéki vezetésű település, kerület inkább betartaná a régi szabályt, és nem alkalmazná az újat? Ez nem lenne egy erősebb példa? Hát mindenhol ez egyrészt annak az összetételnek is kérdése, hogy éppen milyen az összetétel az adott település önkormányzatának, de nekünk az a dolgunk, hogy ezt az egészet lehetőleg el kellene törölni. Tehát olyan nyomás van munkavállalókon emiatt, és olyan aggódás veszi körbe ezt az egész történetet. Tulajdonképpen az egyik motorja ezeknek a tüntetéseknek ez a rabszolgatörvény, és ha ekkora az ellenállás ez ellen, hogy egyébként mondjuk a bizonyos szombathelyi történetnél a fideszes képviselők inkább nem mentek be az ülésterembe, tehát ők maguk is érzik, hogy utána nehéz kimenni az utcára, és azt mondani, hogy hát van, nincs azzal semmi baj azzal a rabszolgatörvénye, de igenis van, és ezt ők pontosan tudják. És nem véletlen, hogy a multinacionális cégek egész sora kezdi bemondani azt, hogy ők nem fogják betartani. Hát igen, és itt végül is Varga Mihálynak a végén igaza lesz, amikor azt mondja, hogy itt nem kell tárgyaló delegációt felállítani, hanem minden munkavállaló állapodjon meg a munkaadójával. Hát ez egy pökhendi válasz. Én azt gondolom, hogy mindenkori kormánynak kötelessége a szakszervezetekkel tárgyalni. Paks, ugye arról beszéltünk, hogy ezt is szóba hozzuk, és nem tudjuk pontosan, hogy miért menesztették a Szódi Attilát, ugye a paksi bővítésért felelős egyik államtitkár, de a legtöbb háttérinformáció az arról szól, hogy egyrészt komoly konfliktusa volt Süli Jánossal, nem értették meg egymást, másrészt hatalmas csúszás van, és hát ő volt az egyik vezéráldozat. Viszont ugye a DK azt követi, hogy azonnal állítsák le a bővítést, ahol még egy kapovágás egyébként nem nagyon történt, de nyilván ez a leváltás pont arról szól, hogy szeretnék felgyorsítani. Hát vagy arról szól, vagy a teljes fejetlenségről és a kapkodásról szól. Hát egyelőre még az építkezés működési engedélyei sincsenek meg. Tehát itt elvileg voltak határidők arra, hogy az egésznek mikorra kell készen lenni. De hát maga az egész konstrukció rossz, úgy, ahogy van. Ja, most van. Ott tartunk, bocsánat, hogy 2026-ra hirdette meg annó még Lázár János az új blokk működését, és 2032-t valószínűsítenek. De hát addigra az előző, tehát a Paks 1 meg szépen kimegy. Tehát nem arról van szó, hogy kapacitás bővülés lenne,
lenne ennek a vége, hanem éppen pótolni fogják nagyjából. Na, hát akkor meg ez az érv, hogy fenn kell tartani. Na jó, de ez, bocsánat, ez nem érv egy olyan világban, ahol ez az erőmű, amit ide akarnak hozni, egyrészt egy elavult konstrukció, másrészt pedig eladósítja a magyar állampolgárokat, hát nagyjából darabonként 150 ezer forintra, a csecsemőtől az aggastyánig, és hát az egész mögött bűzlik egy brutális üzleti és politikai elszigeteltség, igen, ami Oroszországhoz köti az Magyarországot. Még mindig nem tudjuk a szerződés legérdekesebb részének titkosítása miatt, hogy mennyibe fájna az, hogyha valamilyen oknál fogva kiszállnánk. Fogalmunk nincs. Hát ez a másik probléma ezzel, hogy egy következő kormány, amelyik esetleg mondjuk még időben érkezne, és megpróbálna ezt a dolgot leállítani, hát lehet, hogy egyszer csak találkozik egy olyan kötbérrel, amitől egyszerűen... Van olyan, hogy már nem időben érkezik? Tehát, hogy inkább azt mondaná rá mondjuk egy DK-s kormány is, hogy akkor inkább legyen? Nem, én szerintem nincs ilyen. Akkor az Orbán kormány torzója marad, minden egyes problémájával az egészet föl kell tárni, az egész ügyet, és hát nincs más se, hát a világ nem ebbe az irányba megy. Zöld energia, napenergia, hát Nyugat-Európa már gyakorlatilag nem fizet számlát, mert a napenergiával megoldják, és nálunk meg adó van kivetve az ilyen berendezések egyáltalán megvásárlására is. Tehát Magyarország teljesen rossz vágányon van, de én azt gondolom, hogy ezt Orbán pontosan tudja, de valamiért mégiscsak Putyin lekötelezettjeként aláírta ezt a papírt, és ez örök bűne lesz az egyik a nagyon sok közül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy megéljük-e, hogy ez a sok-sok titkosítás egyszer mind feloldásra kerüljön, és, hát és ez kiderüljön. Hát a 20. századi történelem, meg most már 21. század is, ha sok tanulsággal szolgált is, az egyik az, hogy azért előbb-utóbb minden kiderül. Na, de az előválasztás az előbb fog kiderülni, hogy ez ki fogja megnyerni. A DK ilyen elegáns kívülállással szemléli most ezt a folyamatot, vagy hogy lehetne minősíteni, ahogy ebben most részt vesznek? Mert ugye jelöltjük nincsen. A demokratikus koalíciónak az a legfontosabb érdeke ebben a történetben, hogy egy olyan jelölt legyen a végén Tarlós Istvánnal szemben, akiről a budapestiek elhiszik, hogy tud győzni. Szerintünk ezt egy normál tárgyaláson is meg lehetett volna találni ezt a személyt, de ha a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd mondjuk úgy döntött, hogy ehhez előválasztásra van szükség, akkor ezt mi, hogy úgy mondjam, elfogadtuk, és természetesen részt is veszünk az előválasztás lebonyolításában, például infrastruktúra biztosításával. A mozgósításban is részt vesznek? Mert most ugye itt azt beszéltük Szakás Lászlóval, hogy ez most egy ilyen eléggé zajos időszak, és nem nagyon tűnik fel az embereknek, hogy egyébként egy ilyesmi zajlik. Igen, lesznek nyilvános pódiumbeszélgetések vagy viták Horváth Csaba és Karácsony Gergely között a következő napokban. Ezen számos, erre a DK is, DK-s aktivisták vagy választók is menni fognak nyilván, és a DK azt is tervezi, hogy maga a DK elnöksége is tájékozódni fog Karácsony Gergelynél és Horváth Csabánál, hogy mik a konkrét terveik Budapest. Hát igen, ez most már azért nagyjából folyamatosan kiderül. Kire fog szavazni, ezt elárulja? Nem árulom el, mert én azt gondolom, hogy... De fog szavazni. Hát természetesen. Jó, hát ha van érdekem, az, hogy az egész országban az önkormányzatokat amennyire csak lehet vegyük ki a Fidesz kezéből, ahhoz, és ha Budapesten mondjuk meg lehet a főpolgármesteri poszt és a kerületek többsége, ami szerintem egyébként reális, akkor az egész országnak olyan erős üzenet lenne, hogy hát ez a hatalom fölköthetni a... Jó, ezt most nem árulj el, és értem is, hogy miért, hogy kire szavaz, de a DK valaki mellett fog kampányolni, vagy teljesen rábízza a szavazóira, hogy Karácsony Gergely vagy Horváth Csaba? Egyelőre meglátjuk, hogy hogyan néz ki ez az előválasztás. Utána mit lesz... kell még ezen meglátni? Hát, hogy ki nyeri például. Na, de ezt kérdezem, hogy ott február 3-án derül ki, január 28-ától lehet szavazni, jól emlékszem. Nincs még ilyen döntés. A demokratikus koalíció még nem döntött arról, hogy kit támogat. Nyilván Nyilvánosságra fogják hozni? Tehát lesz egy név, aki mellett kiállnak? Elképzelhető, hogy lesz. De hát megnézzük, hogy milyen alternatíva, vagy milyen eredmény születik. Még lesz egy második kör is. Ott sem nagyon értett. Tük például, hogy miért kell valakinek erőnyerőnek lenni egy ilyen választáson, mikor szerintünk a két első fordulóban induló jelölt, hát összesen hasonlíthatóan sokkal jobb jelölt, mint az a jelölt, aki a második fordulóban kíván belépni a versenybe. Magyarán azt mondják, hogy Puzsér Robert felé nem fognak mozgósítani, azt tuti. Hát ez nagyon meglepne, ha a DK ezt az utat választaná. A közgyűlésről keveset beszélünk, most nem is lesz időnk, de azért van valami terv arra is, hogy ott legyen egy ellenzéki többség, nem most csak a főpolgármesterről beszélünk. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a kerületekben egy jelölt induljon a Fidesz-szel szemben.
és azt gondolom, hogy ez ügyben a tárgyalások igen intenzíven zajlanak. Már zajlanak? Természetesen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.